Hello, my name is Judith. I am going to introduce myself now because today I'm your English teacher. I am 28 years old. I live here in Peach. I was also born and raised here. I have a husband, a mom, a brother, and I have got two grandmothers and two grandfathers. I am an English teacher, and in my free time, I like reading and doing sports as well. Also, I like being with my friends. I have one fun fact about myself. When I was around 8 years old, I won a competition in maths, but now I am really bad at mathematics. Az előző pillanatokban azt hallhattátok, ahogy angolul igyekszem bemutatkozni. A következőkben azzal fogunk foglalkozni, hogy mégis milyen módon tudtok egy témához hozzányúlni, mert hogy ugye nagyon sokszor találkozunk azzal a problémával az angol nyelvtanulás során, hogy nem kidolgozott témakörökkel kell foglalkoznunk és megtanulnunk azokat, hanem igenis nagyon fontos az, hogy tudjunk beszélni egy adott témakörről. Ez akkor is nagyon fontos, hogyha olyan társaságba keveredünk, ahol akár külföldiek vannak, de előfordulhat az életünk során olyan szituáció is, hogy egy állásinterjún kell angolul megszólalnunk, és a lehetőségek tárháza végtelen, ami a témaköröket illeti. Nagyon szeretnék nektek abban segíteni, hogy minél könnyedebben és minél mókásabban tudjatok hozzányúlni egy-egy témához, és hogy sokat segítsek abban, hogy ne kelljen azon törnötök a fejeteket, hogy pontosan mi az az információ, amit elvárnak tőletek, vagy hogy hogyan kellene azt az adott dolgot pontosan megfogalmazni. Sok esetben úgy járunk, hogy megkapunk egy témát, és azt sem tudjuk, hogy mi fánterem, vagy pedig nem tudjuk, hogy mit mondhatnánk el róla. A mai alkalommal a bemutatkozás lesz a témakörünk, mint ahogy az óra elején is hallhattátok tőlem. A lényeg az volna, hogy igyekezzünk olyan módszerekkel hozzányúlni ehhez a témakörhöz, hogy a bemutatkozásunk egy kerek egész lehessen, és ne csak kukaként álljunk a másik előtt, hogyha ilyen szituációba keveredünk. Először is, milyen esetekben kerülhetünk ilyen szituációba? Nagyon fontos erről beszélni, mert sokan az iskolások közül felteszik ezt a kérdést, hozzáteszem joggal, hogy de mégis nekem erre mikor lesz szükségem. Nos, ez a témakör teljesen adott, tehát egy mindennapi szituációban gyönyörűen előfordulhat, viszont van egy csomó másik témakör, amiről azt gondoljuk, hogy tényleg soha az életben nem fogunk erről beszélni. Ez nem igaz. Az életünk során, hogyha próbálunk kommunikatívak lenni és szociálisak lenni, akkor igenis sok mindenről kell beszélgetnünk. De most első körben nézzük meg akkor a bemutatkozás témakörét. Ez előfordulhat természetesen olyan esetekben, hogy akár angolórán kell bemutatkoznod, vagy egy új környezetben kell bemutatkoznod, de simán lehet az is, hogy elmész egy külföldi nyaralásra a családoddal, és ott új barátokat szerzel, a közös nyelv pedig valószínűsíthetően az angol lesz. Nézzük akkor, hogy ehhez a konkrét témakörhöz hogyan tudunk hozzányúlni. Introduction, tehát bemutatkozás. Első körben azt mondanám, hogy egy nagyon-nagyon jó módszer lehet az, hogyha egy úgynevezett elmetérképet, vagyis mind mapet készítesz. Ezen a szlájdon láthatsz középen egy kifejezést, ez az introducing myself, vagyis önmagam bemutatása. Mit is tudunk tenni? Első körben ezt a témát felírod magadnak, mint ahogy ez egyébként itt is látszik, és elkezdesz azon gondolkodni, hogy vajon melyek azok a dolgok, amelyek ehhez a témakörhöz tartozhatnak. Mi az, amit elmondhatok magamról, hogyha beszeretnénk mutatkozni? Nyilvánvalóan van egy csomó olyan dolog, ami először eszünkbe jut, ilyen például, hogy egyáltalán bemutatkozzunk, vagy elmondjuk, hogy hány évesek vagyunk, de valljuk be, hogy ez borzasztóan kevés információ ahhoz, hogy el tudjunk indítani egy beszélgetést. Én fölírtam már is egy pár gondolatot erre a diára, amit itt láthattok,
és elkezdtem összegyűjteni olyan gondolatokat, amelyek beleférnek a témakörünkbe. Az első a family, vagyis család. Tök jó, hogyha beszélünk egy picit bővebben a családunkról, és ez hozzátartozik a mindennapi életünkhöz, tehát innentől kezdve teljesen beleillik ebbe a képbe. A következő, place of living, vagyis a lakóhely. A lakóhely is egy olyan dolog lehet, ami akár közös pontot jelenthet másokkal, tehát tök jó, hogyha megosztjuk ezt az információt, persze nyilván minden opcionális. Következő, friends. Nagyon-nagyon fontos téma lehet, főleg egy olyan esetben, hogyha a beszélgetés során szóba jön az, hogy milyen emberekkel szoktál te barátkozni, vagy kik azok az emberek egyáltalán, akiket a barátaidnak tartasz. Hobbies, vagyis szabadidős tevékenységek. A szabadidős tevékenységek általában valami olyan dolgot adnak az ember életébe, ami közös pontot jelenthet másokkal, és ilyen módon akár ugye a barátszerzés is gyönyörűen kapcsolódhat ehhez a témakörhöz. Hozzátenném egyébként, hogy minden, amit itt láthattok ezen az elmetérképen, vagyis mindmap-en, az olyan téma, ami nem csak egy hétköznapi szituációs beszélgetésben fordulhat elő, hanem bizony azzal is szembesülnünk kell, hogy akár egy felvételi vizsga vagy egy nyelvvizsga esetén is komoly-komoly munkával kidolgozandó és kommunikálandó témák ezek. Tehát a hobbiz az, ami még nagyon-nagyon fontos lehet ebben a történetben. És a school, most esetetekben választottam ezt, nyilvánvalóan, hogyha valaki már valakinek már elteltek az iskola évei, akkor onnantól kezdve ezt le fogjuk váltani a jobs vagy workplace témaköreire, tehát a munkára vonatkozóan tudunk erről beszélni, de sajnos vagy nem sajnos ez is hozzátartozik a mindennapi életünkhöz. Tehát ezek a témakörök azok, amik nekem először eszembe jutottak azzal kapcsolatban, hogyha be kell mutatkoznom másoknak. Nos, menjünk tovább. Annak érdekében, hogy az adott szókincsünket tudjuk fejleszteni, ami ugye borzasztóan fontos akkor, hogyha szeretnénk megszólalni előbb-utóbb, most kiválasztottam a sok-sok kis témakörünkből egyet, amivel segíteni szeretnék, hogy hogyan tudjuk a szókincsünket bővíteni, és hogyan tudunk majd ügyesebben, bővebb mondatokban megfogalmazni gondolatokat. Family esetében most így gyűjtöttem egy ilyen képet, szerintem nagyon-nagyon jó módszer az, hogyha igyekeztek valamilyen vizuális úton megtanulni kifejezéseket. Ezen is láthatjátok egyébként family members, vagyis családtagok, gyönyörűen le van rajzolva, és nagyon jól van kommunikálva az, hogy ki kicsoda tud lenni egy családban, és így egy kicsikét könnyebb talán megjegyezni, hogyha valamilyen képpel kötitek össze azt, amit éppen megtanultatok. De lehet az is, hogy a már megtanult szavakat vagy kifejezéseket valamilyen gyakorló feladattal próbálod meg első körben írásban betanulni, inkább elsajátítani, és aztán átvinni mindezt a gyakorlatba. Az én legfőbb tippeim a következőképpen néznek ki. List some words you know. Tehát állíts össze egy listát azokból a kifejezésekből, amit az adott témakörrel kapcsolatban már ismersz. A ti szinteteken vélhetően már olyan alapok biztosan mennek, hogy mom vagy mother, mint anya, vagy dad, father, mint apa, de lehet még egy csomó másik is. Viszont amennyiben végig gondolod azt, hogy a saját családodban kik azok az emberek, akik téged körülvesznek, akkor eszedbe juthat olyan is, hogy lehetséges, hogy nem is tanultam még soha, vagy nem ismerem azt a szót, hogy unokatestvér. Hogy lehet az, hogy unokatestvér? Ha már ilyen szavakat is listázok magamnak, amiket nem ismerek, akkor ezeket fogom magam, kikeresgélem,
és utána, a kikeresés után fogod tudni magadban elkezdeni mondani, amikor a témakört végig gondolod, hogy kik vannak a te családodban. Hogy is van az, hogy unokatestvér, akkor most már beszéljük meg, ő lesz a cousin. Jó, tehát ha vannak unokatestvéred, akkor ezt így lehet. Na és akkor az egyik kedvenc módszerem, ami még ide tartozik, use these words, vagyis használd ezeket a szavakat. Borzasztóan fontos az, hogy amit egyszer megtanultunk, azt próbáljuk meg ne csak megtanulni, de elsajátítani is, és ez sehogy máshogy nem fog működni, csak úgy, hogyha használod is őket. Mit lehet ezzel a témakörrel kezdeni? Hát ezt azért így borzasztó nehéz így első körben, most akkor mit fogok csinálni ezzel? Tök jó módszer lehet az, hogyha fogod magad, és a családban, akik körülvesznek téged, elkezded őket angol nevükön szólítani. Szerintem még nevetni is fog a család ezen, viszont minél jobban benne vagy a gyakorlatban, annál jobban fog menni, és egy idő után ez igenis valós, aktív tudás lesz a fejedben. Tehát ilyen módon simán előfordulhat, hogy korábban már ismertél egy szót, ha elolvastad, tökre tudtad a jelentését, viszont hogyha te magad kell, hogy megfogalmazd, lehetséges, hogy úgy nem jut egyből eszedbe. Ezt nevezzük passzív tudásnak, és ezt próbáljuk meg minél több gyakorlással, szóbeli gyakorlással aktív tudássá tenni. Nos, ezzel is megvagyunk akkor, tehát még egyszer, ami nagyon-nagyon fontos a szókincsépítéssel kapcsolatban, témakört előveszed, összegyűjtöd, amiket már tudsz, és ami még eszedbe jut, akár magyarul, fogod, kikeresgéld, és megpróbálod minél többször őket használni. Nos, most egy kis gyakorlás fog következni. How to speak about a topic, vagyis megpróbálunk beszélni erről a bizonyos témáról, amit ma feldobtunk, de megint mondom, ez bármilyen témára ráhúzható. Jó? Most ebben az esetben ugye összegyűjtöttük, hogy melyek azok a fő szempontok itt a bemutatkozásnál, amelyeket mindenképpen szeretnénk magunkról megosztani. Nos, nézzük akkor. Introduce myself. Most azt fogjuk csinálni, hogy én be fogok nektek ismét mutatkozni, igyekszem most ezt egy kicsikét bővebben, mint ahogy a legelején hallhattátok, és aztán rajtatok lesz a sor. Persze nekem nem fogtok tudni válaszolni a kérdéseimre, de nagyon szeretném, hogyha majd megpróbálnátok gyakorolni minél többet a kifejezéseket, amelyeket itt használni fogunk. So, now I am going to introduce myself. Hello! My name is Judith. I am from Pécs, Hungary. I am a student at the University of Pécs. I have a very nice family. I have a mother, a stepfather, and a younger brother. Also, I have a husband who I live with. We have a dog. I have 2 grandmothers and 2 grandfathers. My mother's sister has a son. He is my little cousin. My father has a sister, and her daughters are my cousins. I have got 1 great-grandfather. He doesn't live in Pécs, he lives in a village. I really like reading, also I really like doing sports, and I am really keen on board games. So here is a fun fact about myself. I think you wouldn't imagine, but when I was a young girl, I used to have blonde hair. Ez volt tehát az én bemutatkozásom. Mi az, amit észrevehettünk ebből? Most tulajdonképpen nagyjából ugyanazt a bemutatkozást csináltam, mint a legelején, egyetlen egy különbséggel. Mivel az előbb felturboztam egy picikét a szókincsemet a család témakörével kapcsolatban, és összegyűjtöttem azokat a szavakat, amelyek az én családomra vonatkozóan
érvényesek, és ők a családom részei, akikről beszélni szerettem volna. Ez miatt ugye egy kicsikét hosszabbra nyúlt már is a family témakörével kapcsolatos beszélgetésem. Sajnos ugye eléggé egyoldalú most ez így, de nem baj. Tulajdonképpen azt lehet észrevenni, hogy mivel sokkal több gondolatot összegyűjtöttem a témával kapcsolatban, ezért sokkal tágabban tudtam megfogalmazni a gondolataimat. Ezt javaslom nektek is, akár az összesre lebontva. Keep calm and speak English. Ez azt fogja most jelenteni, hogy ez a ti körötök lesz, tehát nektek kell gyakorolnotok azt, amit most én az előbb összehoztam. Természetesen, hogyha otthon vagytok, akkor ezt megtehetitek írásban is, de megtehetitek azt is, hogy akár anyával, apával, bárkivel, aki körülötted van, fogod magad, és megpróbálod neki elmondani. Az is előfordulhat, hogy teljesen egyedül vagy, akkor sem szabad megijedni. Én azt javasolnám, hogy ülj le egy okostelefon, egy laptop, egy tablet elé, és vedd föl, ahogy ezt elmondod, mint hogyha valakihez beszélnél. Ez is egy tök jó gyakorlás, lényeg, hogy beszélni. Egy kicsit fogok segíteni abban, hogy ez hogyan működhet a leghatékonyabban. Tehát az első, amit tőlem is hallhattatok, az az üdvözlés volt. Nagyon fontos az angolban, hogy megtaláljuk azt, hogy mi a legmegfelelőbb üdvözlési forma az adott szituációban. Itt láthattok is egy párat, amit én összegyűjtöttem. Az első az a hello. A hello-ról azt kell tudni, hogy tulajdonképpen teljesen megállja a helyét a boltos néninek köszönéskor is, de akkor is, hogyha egy barátodnak köszönsz. Tehát ez egy ilyen tök jó köztes megoldás lehet. A hi az ezzel szemben már inkább egy barátibb jellegű, jó? Tehát, hogyha valamilyen kevésbé hivatalos környezetben vagy, akkor ez teljesen jó lesz. Good morning. Itt csak egyet írtam föl, de mindig ügyelni kell arra, hogy a napszaknak megfelelően köszönjünk a másiknak, jó? Ez egy inkább hivatalos köszönési forma, tehát hogyha udvarias szeretnél lenni, vagy valakit nem ismersz köszönéskor, akkor ez egy jó módja lehet. Tehát itt három verzió lehetséges, good morning, good afternoon és good evening. A good night-ot azért nem javasolnám, a jó éjszakát, mert az inkább egy ilyen elküldős elköszönés, jó? Tehát azt inkább próbáljuk meg egy elköszönésre, egy esti elköszönésre meghagyni. Tehát akkor köszöntünk a másiknak, nagyszerű. Következő, your name, vagyis a neved. Ezt kétféle módon, de nyilván akár százféle módon is meg lehet fogalmazni, ez a kettő a legjobb és legegyszerűbb megoldás. I'm Judith, or my name is Judith. Tehát Judit vagyok, vagy pedig a nevem Judit, teljesen mindegy, hogy melyiket választjátok. Where you are from, vagyis honnan való vagy? I'm from Pécs, I'm from Hungary, I'm Hungarian. Itt nagyon jól lehet például gyakorolni azt is, hogy a különböző országok és nemzetiségek hogyan hangzanak egymás mellett, de alapvetően I'm from, és utána elmondod, hogy honnan való vagy. School, vagy job, hogyha arról van szó esetleg, de most alapvetően az iskolát fogjuk megnézni. I'm a student at, és itt behelyettesítheted a saját iskoládnak a nevével. Így akkor kitértünk a foglalkozásodra is, illetve arra is, hogy melyik suliba jársz. Family. Itt azért nehéz lett volna több ilyen kezdő példát hoznom nektek, de alapvetően, hogyha valamilyen birtoklást szeretnénk kifejezni, ilyen esetben a nekem van egy anyukám, nekem van egy apukám, kistestvérem, kiskutyám, akármicsoda, akkor az I have az egy nagyon-nagyon jó megoldás lehet. Természetesen itt is többféle módja van annak, hogy kifejezzünk családról bármilyen információt, de alapesetben ez egy jó megoldás lehet. Hobbies. I like. Ez a legalapabb módja annak, hogy valamilyen tetszést kifejezzünk. Természetesen ki lehetne fejezni nem tetszést is, akkor egy egyszerű módja ennek az I don't like.
something. Tehát ezután fogjuk hozzátenni azt, hogy mi az, amit mi szeretünk csinálni, vagy mi az, amit adott esetben nem szeretünk csinálni, de ugye mivel itt hobbikról van szó, ezért megpróbáljuk azokat a dolgokat összegyűjteni, amelyeket szeretünk csinálni. És akkor ez a fun fact, vagyis valamilyen vicces vagy érdekes dolog saját magadról, ez azért lehet jó, mert nem lesz egy ilyen nagyon sablonos bemutatkozás az, amit csinálsz. Én szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Ugye nálam két dolog is előjött. Az első az volt, hogy when I was 8 years old, I won a maths competition, but now I'm very bad at it. Vagyis amikor 8 éves voltam, megnyertem egy matematika versenyt, de most már nagyon rossz vagyok benne. A másik mondat pedig, amit használtam, az az volt, hogy when I was a little girl, I used to be blonde. Tehát az, hogy amikor én kicsi voltam, akkor szőke hajam volt. Ezek olyan dolgok, amik egy kicsikét érdekesebbé teszik azt, amit éppen szeretnél kommunikálni. Ez lehet akár az is, hogy 2 évvel ezelőtt megnyerted a talicska tologató bajnokságot. Jó, csak hogy a másik esetleg ne vessen is egy kicsikét. Ha ezt sikerült teljesítenetek, akkor nagyon-nagyon szuperek vagytok, és nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon örülök annak, hogyha minél többet gyakoroljátok ezt, de akár az, hogyha más témával kapcsolatban, vagy megosztotok ilyen elmetérképeket, amit az elején is láttatok, bármilyen jellegű témával kapcsolatban. Na, és akkor egy kicsi lezárásként, hogy egy kis lazulás is legyen a történetben, arra gondoltam, hogy gyűjtök egy pár találmányt, amit a briteknek köszönhetünk. A britek egyébként borzasztó sok mindent találtak fel, ami a mai életben fontos és hasznos és gyakorlatilag elengedhetetlen, úgyhogy ezt nagyon köszönjük nekik. Nézzük is meg ezeket. Első körben csak egy képet fogtok látni, és arra kérnélek titeket, hogyha van rá mód, akkor próbáljátok meg kitalálni, hogy angolul mi lehet a megnevezése annak a dolognak, amit a képen látok. Erre fogok egy icipici időt hagyni. Az első kép az itt is van. So what is this object? What do you think? This is a toothbrush. Very, very important. Okay, let's see the next one. Huh. Little boys. And there is chocolate. So what can it be? It's a chocolate bar. Egész pontosan, ez egy tábla csokoládé. Csokoládé természetesen volt korábban is, viszont azt, hogy táblás csokoládét tudunk a mai napig vásárolni, ezt a briteknek köszönhetjük. Okay, it is very hard, but this man is sitting in front of a computer, and on the computer screen you can see a big W. I hope you can see that big W. What can it be? Huh, it's a British invention, the World Wide Web. So www, what we write in front of websites. The first website was British, and the first browser was British. Tehát az, hogy a www pontot használjuk, amikor az interneten böngészünk valamit, ez a briteknek köszönhető szintén, World Wide Web rövidítése lesz ő. Az első weboldalt is nekik köszönhetjük, illetve az első böngészőt is, amit ti is minden áldott nap használtok ahhoz, hogy internetezni tudjatok. Huh, what is this object? What do you think? We know it in Hungarian, of course, but we are looking for the English expression. It's a lawnmower. In Hungarian, it is fűnyíró. Very important invention. Okay, this one is very, very easy. This is going to be soda water. And the last one is, it's also very, very easy.
the telephone. Tehát amiket még a briteknek köszönhetünk, nagyon-nagyon fontos hétköznapi dolgok, a fűnyíró, a szódavíz és a telefon is tőlük jön. Én nem is tudom, hogy ezek nélkül mit csinálnánk, legalábbis a nagypapa biztos, hogy nagyon-nagyon ideges lenne, hogyha ollóval kellene neki a füvet nyírnia. Amennyiben van bármi olyan, amit tudtok a britekről, tudtok erről a népről, és szerintetek érdekes vagy teljes mértékben különbözik attól, amit Magyarországon mit csinálunk, csak egy apróság például, az 5 órai tea nagyon-nagyon fontos, mindig leülnek és mindig megisszák azt az 5 órai teát, tehát hogyha tudtok még ilyeneket, akkor esetleg gyűjtsétek össze, és küldjétek el nekünk kommentben vagy bármilyen módon, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami nektek a fejetekben van a kultúrával kapcsolatban. Thank you very much for your attention. I hope you really liked this first lesson in English. Please take care, you guys, and have a very, very nice day. Bye-bye.